A sötét középkorban egy román kisfaluban megkínoztak és megöltek egy fiatal cigánylányt, Matyát, mert annak arcát magzatburok takarta, ami akkoriban a gonosz jele volt. A falubeliek azzal vádolták a lány anyját, Kavit, hogy lepaktált Bengel a cigányok ördögével, hogy bármely befolyásos férfival hálhasson, amennyiben magvádból halandó utód jön világra. Meggyilkolása után Matya kísérteni kezdett a faluban, mint Mulli, azaz tisztátalan lélek. Olyan átok volt ez, melyet Beng csak akkor oldozhatott fel, ha kiderül a falusiak bűne, és magvát egy másik asszony Matya újjászületéséhez kihordja. 1928-ban egy magyar rendező Old Béla elkezdte forgatni Matya történetét egy cigány színésznő Kis Lilla főszereplésével. A film sosemkre eltűnt. Béla, mi a baj? Nem is zavart be senki. Valami volt itt. Láttam. Béla? Béla, hová mész? Járkeredek el vedepe múlva. Igen? Igen. Jó, várj egy kicsit. Ott meglátja a Mulit. Ez így rohadt jó. Mondd! Jó, megyek. Bocs, hogy megint téged hívtalak. Semmi baj, de az orvosnak kéne szólnod, amikor így felmegy a lázad, Claire. Ugye tudod? Mert ez mind a kemoterápia hatása. Úgy utálom ezt, mintha valami selejt lennék. Megint nem aludtál, igaz? Ugyanúgy kísért. Ott kéne veled lennem. Nem. Claire, te oda nem jöhetsz, nem tenne jót. Na, mindjárt bearanyozzák a napomat.
Te mit csinálsz? Majd hívlak otthonról. Bűntudat, mi? Pedig volt alkalmat helyrehozni. Csak ennél minden fontosabb, igaz, Markus? Tedd a dolgod, mi jól meg leszünk. Hagyd rá, Markus. A nővéremet könnyű beetetni. A hülye képzelgéseiddel, meg látomásaiddal, vagy mivel. De ettől még egy nulla vagy. Egy gyökér. Akinek már nincs visszaút, Markus. Sem ezekkel, sem mással. Markus, inkább menj. Helyes, menj innen a francba. Romániába, vagy mit tudom én, hova akarsz. De ide többé ne gyere vissza. Még el is költözöm, esküszöm neked. Markus, ne hallgass rá. Ez én hibám. Claire, állj le. Nem! Ne csinálj magadból bűnbakot! Én voltam az, aki elhagyott téged. Claire! Aludj! Nézz fel! Erdélyi fennsík, Románia. Hozzászoksz. Némely rendezőre csak úgy rájön, de Markus szinte a látomásaiban él. Hallod, Markus? Ó, ébredez! Hol járunk? Most? Hát úgy kb. $6,000 kijebb a költségvetésünknél. A térkép szerint, Josh. Mi mindjárt beírünk a fájúba, Mr. Markus. Falu, Grigor, falu. Grigor, kérlek, simán Markus. Szerintem inkább meg sem fog szólítani az előbbi kis delíriumod után. Ugye te azt el sem tudod képzelni, hogy valóságos jelenéseket érzékelek. Hát nem. Üdvözöl! Itt híres! Ember lett itt gazdag Kaskaváltól, híres románsájt, ő épít! Hát, itt volnánk. Tetves amerikaiak, megint hallgattam a hülye fejedre, úgyhogy ezt már ne csezd el. Nem fogom. Mi vagyok én, a román serpa? Claire miatt sem. Mi a büdös francok pakolt ez ebbe? Figyelj, anyát. Tudom, hogy semmi közöm hozzá, de már nem veled volt, amikor beteg lett. Szóval ezt innen közelítsd meg, jó? Mr. Petri! Mr. Petri! Ezeket is vigyem be! Ne, hagyd csak, inkább vezest körbe Markust. Most? Sötét van! Addig megnézem a stúdiót. Nem jó most oda bemenni, Mr. Markus! Nem jó hely lenni ez. Miért akarsz ide jönni, Mr. Markus? Mert ott szeretnék forgatni, ahol Old Béla is dolgozott. Miért? Tudod, valamikor régen már terveztem ennek a filmnek a feldolgozását. Sőt, igazából ennél az egy filmnél terveztem. Úgy bennem maradt. A hangulat. A helyszín. Az a film sosem készült el. És senki nem látta, Mr. Markus. Rossz szerencse az embereknek.
Rossz szerencse az neked is. Hogy érted? Én mondani Mr. Petrinek maradni Bukarest? Nem jön filmezők ide már régóta? Már késő van, menni vissza, jó? Nem. Valakit csak találunk itt. A művészvilág sosem pihen. Nem jó ötlet ez. Mr. Marcus! Mr. Marcus! Valaki lenni ott! Láttam embert a kapuban! Lehet, hogy a portás volt. Nem portás itt. Látni? Sehol nincsen filmezők. Sehol nincsenek itt Mr. Marcus. Mondani? De hiszek lenni jó, igaz? Tetszik? Gyönyörű. Minden lenni készen. Most már megy vissza, jó? Hova? Minek mész, Mr. Marcus? Mi a baj? Valami van ott. Kérlek, Mr. Marcus! Hova mész, Mr. Marcus? Mit látni? Mr. Marcus! Mr. Marcus! A drakok húlott. Rusztik! Nem jó szag. Nézd körül arra. Mr. Marcus! Mr. Marcus! Nekem itt nem lenni jó. Én menni! Jól van, urak! Rendezkedjünk be! Bye.
Mit csinál? Basszus. Állj! Állj! Leállunk. Jól van, leálltunk. Mindenki vissza a helyére. Hallod? És neki fogunk még egyszer. Mi volt az? Bocs, nem tudom. Csak a filmem, mintha valami bezavart, vagy láttam, hogy... Davis, cuccot! Csinálnátok valami fényt, léci? Na végre. Davis! Én itt vagyok. Edi! Ahó! Ugyanaz, állandóan lecsapja. És ez mégis mitől van? Nem tudom, mitől lehet. Szarok már a vezetékek, vagy nem bírják a terhelést. Mennyi idő helyrehozni? Ez meg hová megy? Menjen már fel valaki, hogy Edi ne szerencsétlenkedjen. Bocs, de Rominak engedélyeztek szünetet? Davis, meg tudjátok ezt javítani? Hát... Ha folyamatos áramot akarsz, keres hozzá vezetéket. Ő volt az a zseni, aki ezt a putrit választotta. Mr. Davis, régi ezt tudom, de ne mondani, hogy putri. Stúdióban történelem. Nagyon történelem. Ki vagy te itt, valami román érdekvédelm is? Ide már akkor behúzták a vezetékeket, amikor még csak gázlámpa volt. Jó, én szívesen ide varázsolnék egy új generátort, de sajnos nincs itt a varázspálcám. Szóval találjuk ki gyorsan, hogy mit lehet tenni, jó? Hát kéne húzalozni az egészet. Szerintem meg, ha még sokáig rohadunk ebben a bűzbarlangban, a belünket is kihányjuk, olyan szagok vannak itt. Már most sajnálom, hogy elvállaltuk ezt a melót. A lóvé nulla, itt vagyunk a semmi közepén, ráadásul Frankenstein segédje szobagyanán bevágott minket egy olyan lepusztult lyukba, ahová még a csótány is csak külön kérvénnyel jönne be. Te meg nem akarsz elmenni, mert nincs rá pénzed, mi? Akkor viszont azzal főzünk, amit találunk. Jól van. Rendben, és köszönöm ezt a profi szakmai kiértékelést. Igor, te rá gondolni mi? Mi van? Frankenstein, aki segítje volt. Neve neki Igor. Én lenni Grigor, nem Igor. De azt is mondom, hogy az első két filmben segéd volt neki Fritz, és csak utána Igor. Ezt ne engedjétek a közelembe, jó? És ő lenni svájci, nem román. Na mutassuk meg ezeknek a tudatlanoknak, hogy lehet szarból is várat építeni. Azért sem állíthatjuk, hogy ez a mozi Old Béla filmjének a remake-je lenne, mert azt a verziót senki nem látta. De tény, hogy engem is ez a hiedelem inspirált az adaptációra. És miután az ő filmje ugye nem készült el, gondoltam, ideje megcsinálni. Elmondaná nekem néhány szóban az alaptörténetet, vagy a lényegét? Erre felé sok mende mond a kering az ördögről. A mozi egy fiatal cigánylányról, Kaviról szól. Egy énekesnőről és táncosnőről. Aki mindent elkövetne, hogy a közössége ne rekessze ki őt, ezért Benkhez fohászkodik a cigányok ördögéhez, hogy megkapassa a környék legbefolyásosabb urát, és általa megszabaduljon az élet nehézségeitől. Mint az ókori görögöknél. Így van, de mint minden ördögi paktumnak, ennek is ára van. Esetünkben... A gonosz Kavi elsőszülött lányát kéri, akivel majdani utódját a világra hozná. Az egyesség tehát megköttetik. Az ördög biztosítja Kavinak a legfőbb urat, és az elátkozott Fridzsből gyermek születik. Matya, akit egy padláson rejtegetnek, amíg Bang nem jelentkezik érte. Basszus, én próbálom, de nem megy! Egyszerűen nincs folyamatos áramellátás! Jó, vitatkozz! Csináljuk azt, hogy az egész rendszert áramtalanítod, és utána újra mindent rákötünk, jó? Az Isten itt! Hmm.
Davis, lő még ma világosság! Mindjárt! Elvileg megvagyok! Bukarest. Nem félsz, ott mész majd kórház. Ez hihetetlen. Grigor, te mondtál valamit erről a helyről, amikor megérkeztünk. Olyasmit, hogy sokakra bal szerencsét hozott. Volt Mulli bosszúja? Azt mondják, megölt itt mindent. A filmeseket is? Lenni átok? Mi? Nem beszélek mást, Mr. Marcus. Megyek Bukarest most. Másik faluban nincs semmi. Senki nem tud gyógyítani. Várj! Várj! Állj meg! Állj meg! Vidd ezt is. Most beküldöd a laborba? Inkább ne csináljunk semmit. Már így is vesztettünk egy napot. Grigor, előbb vidd be a kórházba, és aztán a labor, rendben? Rendben lenni. Elmegyek. Kellemeset a hasznossal, ugye? Jól van, vége a műsornak. Mindenki menjen vissza a helyére. Látod, milyen töketlenek? És az én pénzem áll ebben. Talán azért töketlenek, mert odafent mindenki elhányja magát. Amikor Grigorral voltam ott, ő is rosszul lett. Direkt szivatnak minket. Keresztbe tesznek. Nem, Josh. Ez az egész nem kóser. Most fejezd be. Ez... Emlékszel még arra... Mikor legutóbb jöttél ezzel? Mikor olyan hülyén érezted magad Maine-ben? Leállt az egész forgatás, mert nem mertél bemenni a házba. És mindent vissza kellett mondani. A színészeket, a stábot, az összes technikát. Most is ez van műsoron? Csak mert emiatt lettél A kategóriás rendezőből B kategóriás... franc tudja mi. Öreg, én itt vagyok. És dolgozom. Tudom, nem is azért mondtam, hanem mert félek, hogy ezek a kótyagos látomásaid megint bekavarnak a filmnek. És jó lenne, ha tudnád, hogy ezeket csak képzeled. Mert ha jól rémlik, akkor eddig még soha egyszer sem érintkeztél, vagy beszéltél ilyen, mondjuk azt, hogy szellemekkel, igaz? Ugye? Ezért mondom, hogy halucinálsz. Elhiszem, hogy nagyon valóságos. De ez csak a fantáziádban, a fejedben van. És baromi nagy mákod van, hogy pont ebbe az iparágba csöppentél, mert a filmezés az egyetlen szakma, ahol a hülyeségre is lehet pénzt áldozni. De akkor meg már használjuk is ki. Nem? Erre koncentrálj. Tudod, hogy nem én vagyok a pszichológia nagymestere, de azt azért látom, mikor kell bevenned a tilibogyódat. Ja, és mostantól oda fogod tenni magad. Holnaptól! Oda teszed magad! Ha, 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 ha.
Elnézést, uram! Bocsánat, érti, amit mondok? Maga itt dolgozik? Mit akarsz? Valami takarítóféleséget keresek, mert olyan irdatlan bűz van fent a galérián, hogy mindenki rosszul lesz. A patkányoktól talán. Van mérge? Itt már sok éve nem dolgozik senki. Nincs. Akkor maga miért van itt? Én várok. Várok hosszú ideje. Mire? Az olyanokra, mint te. Hogy megint filmezhessek egy keveset. Jól van, leállunk. Szerintem mindenkire rámentünk. Álljunk át a következőre, jó? Bár közeli még kéne. Kicsit visszahívnád Romit? Persze. Romi, jöjjön a közelikhez, az utolsó beállítást. Figyeljetek, hogy Csavi elmeze ne lógjon be Mátya születésénél. Néha eléggé ugrál a hang a felső mikrofonból. Próbáld meg egy helyben tartani, jó? Egyértelmű, hogy rád van állva. Így viszont új célszemét kell kinéznem. Corina? A kis kellékesünk. Oh. Ezt hogy mondod? Szeretném benned kiélni a létező összes szexuális vágyamat. Például románul. Szabad fordításban zöld kártya? Tényleg? Az még frankó be is jöhet? Hello, Mr. Marcus. Neked is. Holnap találkozunk. Ez most hogy? Ez a felvétel talán a 20-as, 30-as években készülhetett.
Nyilván a labor annak idején eltette, és rákeverték a magukéra. Ezek megszerkesztett képek, ahogy azt egy kamerával kell. Talán a tekercset egyszer már használták, és úgy maradt rajta. Olyanról már hallottam, hogy spórolásból bevágnak snitteket. De nem 80 éves snitteket. Ez a tekercs vadi új. Annyira sóher még én sem vagyok. Uraim, itt Kis Lilla Kavi szerepében. Ez Old Béla filmje. Az eredeti mozi. Körülbelül 80 éves, és ha minden igaz, akkoriban is tűnt el. Jó. Bármi is, ez nyilván a labor szúrta el, úgyhogy ne kerítsünk neki nagy feneket. Vadim, küld el, légy szíves Los Angelesbe, és írj egy e-mailt, nehogy azt higgyék, hogy Marcus megint hülyíti őket. Úgy is meg kell még vágni, nem marad rajta. Találtunk egy snittet, ami igazolja Old Béla filmjét. Ez azért nem mindegy. Nézd, sem te, sem más nem értené, mit keres egy ilyen jelenet a filmünkben, pláne úgy, hogy az eredeti mozit senki sem látta. Vagy ha mégis, akkor minimum 100 évesnek kéne lennie ahhoz, hogy felismerje Old egyik ilyen snittjét. Úgyhogy vágjuk ki, ahogy kell. Én azért felhívom a labort. Kérek még egy másolatot. Holnapra szerintem meg is lesz, és ha azon már nincs rajta, akkor nincs gond. Figyelj, haver, én nem vagyok az a paranormális divatmajom, ami Hollywoodban mostanában annyira megy, de ez a snitt dutira nem valami bénázás vagy elkeverés miatt került a tekercsre. Ez durva öreg, mintha az egyikben ugye látszik a jobb keze, igaz? A tenyere szinte belenyúl a jelenet közepébe. Külső nagy totálban vagyunk, igaz? Nappal. Sehol semmi. Aztán egyszer csak megjelenik egy tenyér. A franc tudja honnan abban a snittben, amit éppen veszünk. Figyelmeztetés. Hogy érted is? Mire figyelmezteted, hogy állj, ne koppintsatok? Tudod, mi az a visszamaradt jelenés? Hát nem, de ha olyan, mint a visszamaradt csekk, akkor biztos létezik. Inkább, mint egy fotónegatív. A múltból. Egy tragédia mindig energiát közvetít. Ez az energia pedig olyan anyagokra vető rá, mint a film, a fénykép, egy kő vagy egy fémdarab. Bárhová, ahonnan érzelmi hatást továbbíthat. Még akár emberekre is. Egyesek szerint. Vagyis te... Bocs, ne haragudj, de ezt így még fel kell fognom. Szóval azt mondod, hogy... hogy egy múltban történt tragédia automatikusan elnyel minket csak, mert épp filmezünk. Tűhal, hát ez nagyon ideg, ne haragudj. Nehogy már te ilyenekben higgy. Vagyis csak akkor, hogyha a csodákban is hiszel, mint a... Hát nem is tudom, mint a netes lottó. Pedig hiszek. Méghozzá azért, mert ez legalább egy magyarázat. Konkrétan? Nem biztos, hogy most valakinek a múltbéli tragédiája vető ránk. Az is lehet, hogy általunk kell megtörténnie a jelenben. Te orvosi eset vagy, apám, esküszöm! Minden képzeletemet felülmúlod, őrület! Beszarás! JX0001 02. Ce vrei să spui că n-ai chicodul ăsta? Mă uit la copia tipărită. Este un găvercu? Este un col care nu mai este un us? Bine, dar sună-mă.
Minden rendben? Kiabáltál? Bejönnél? Azt mondják, ez egy rendellenesség, ami excentrikus viselkedéssel és látomásokkal párosul, melynek eredményeképp megrögzötten hiszek egy természet feletti képességben. Bárha belegondolok, ez alapból jellemző minden filmrendezőre, de mindegy. Látsz dolgokat. Miket? Mondjuk, hogy valaki meghal egy-egy ilyen állapotom alatt. A tudatalattim valahogy lejátsza nekem, mi történt. Pontosan látom, hallom és érzem, mintha csak ott lennék. És itt? Itt most mit látsz? Olyasmit, ami veszélyes lehet? Nem, ezek a jelenések sosem evilágiak, nem materiálisak. De arra azért képesek, hogy a frászt hozzák rád, ha érzékeled. És olyanok is vannak, akik mindig velünk akarnak lenni, hogy vigyázzanak ránk. Vagy jóvá tetessék a múltbéli bűneinket. Nem, veszély az nincs. Csak időnként olyasmiket látok, amiket nagyon nem szeretnék. Szeretném neked elmondani, hogy láttam az interjúdat a film DVD-jéről. És ott erős voltál, magabiztos. Ezért akartam veled dolgozni, megismerni. Azt hittem, hogy ez rajtam is segít. Remélem, nem költöztetek el, ahogy az öcséd is mondta. Figyelj, tudom, hogy részben ezért szakítottál velem. De muszáj elmondanom. Megint előjöttek, és sokkal erősebben, mint eddig bármikor. Most már nem egyszerű látomások, hanem olyan, mintha én is bennük lennék, és emiatt nagyon féltek mindenkit. Bunyó! Hívjátok, George! Nem értek el, én ezt nem nézem! Teljesen meghűltek! Azt meg honnan szerezted? Késsel hadonászol egy forgatáson! Jól van, már lenyugodtam. Akkor sem késelünk a forgatásomon! Mehetsz haza! Azt tudja. Ő tudja, hogy miért volt. Rólad meg én tudok, Reed. Hallottam a stábtól az akciódról még Maine-ben. Te gyépés vagy, egy idegbeteg. Miatta cívott az egész bagány. Hé! Hey! Nem kell ez, nyugodj már. Vegyél vissza, Davis, vigyázz, mit pofázol. Láttad Edit, nem? Ezt akarod elérni, mi? Davis! Döngöljünk meg a filmet. Elég Davis, volt! Te vagy idegbeteg! És takarodj innen! Nem hallod? Húzz el! Húzz el a forgatásomról!
Mehetsz be az irodába, ott kifizetnek, aztán azt csinálsz, amit akarsz! De innen eltakarodsz! Ti meg meddig akartok még itt bámészkodni, mi? Van elég dolgunk! Gyerünk! Vége a balhénak, gyártsunk inkább egy normális filmet! Nyomás, haladjatok, munka van! Anka? Ez nem lesz a DVD-n, töröld le! Jól van, meg lesz, Josh, ahogy parancsolod. Jó, akkor beküldetek érte valakit az irodába, mert eléggé fontos lenne. Már a második világosítónk esik ki, és így nagyon nehéz lesz haladni. Halló? Jól vagy? Kösz. Hozzácsapnék még egy jelenetet a maihoz. Melyiket? Azt a tegnapit szeretném újra venni. Markus, már így is csúszunk. Josh. Mondjad. Újra akarja venni a tegnapi jelenetet. Tudod. Mondtam, hogy kivágjuk. Amúgy meg Vadim berendelt a tekercsből még egy másolatot. Előtt talán nézzük meg, mielőtt bármit is újra veszünk, jó? Nem. Máshogy akarom felvenni. Odafentről. A nő felfelé néz az eredetiben, felfelé a kamerába. Vagyis másszak fel oda a kamerával? Nem, várd ki a végét. Figyelj, azt szeretnéd, ha ösztönből dolgoznék, igaz? Nos, hát ebben a snipben érzek valamit, és szeretném filmre venni. Benne vagy? Jól van. Ha tényleg jó, ha ütni fog, egye fene. Dobjátok fel a kamerát, urak. Vigyázz! Remesszel, engedjetek! Gyere, adjatok már, és figyeljetek! Mindenki! Nem merik elmondani az igazat. Hogy ez a tag őrült, és hogy imádja az olyan helyeket, mint amilyen ez is, ahol mindenféle szar történik. Nem véletlenül nem dolgoznak itt 80 éve! Úristen! Hívd a dokit! Hívd a dokit! Doki, gyere gyorsan a stúdióba! Most! Hol a Doki? Igyekezz! Úristen! Ne! Markus! Markus, tedd le! Hallod? Markus! 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 Segítsetek kivinni! Markus, gyere onnan le! Hallod? Gyere le! Tegyük fel, de tényleg csak elméletben, hogy valaha élt itt egy ilyen matyaszerű lány, akivel gondok voltak. Ha valami miatt meghalt, én azt mondom, inkább legyen boszorkányság, de ne egy ilyen ördögi baktum. Ez még rémmesének is rossz. Azt mondtad, visszafogod magad? Szerinted, ha egy törrel rohangálsz mindenfelé, az egy visszafogott dolog? Nem csinálom tovább. Hánáj! Azt is mondtad, hogy az ilyen helyek kivételesek a számodra, hogy ösztönöznek szó szerint. Kell ez a munka, mert itt egy újabb esély, hogy bizonyíts a te szavaid. Hajlandó voltál minden képzelt vagy nem képzelt őrülettel szakítani, hogy végre összehoz egy jó filmet, egy tényleg ütős filmet, amilyen az első is volt. Én pedig pénzt töltem bele, és csak is te miattad. Valami van a stúdióban. Figyelj már rám! Vannak fura álmaid. És különc is vagy, igen, de ne hidd magad szellemírtónak. Emberek halhattak itt meg. Öreg, az emberek mindenhol meghalnak. Az egyik épp a lámpám alatt. Most akkor arra számít csak, hogy megjelenik, miközben ülök a rejtjón és agyonvág egy transformátorral? Ez lesz? Én felelősséggel tartozom. Igen, a befektetőknek! Nézd! Tudom, hogy vannak problémáid. A másik filmmel, és Claire-rel, az állapotoddal. Csak annyit kérek, hogy szedd össze magad egy kicsit, jó? Légy szíves, könyörgök. Ez az én gyermekem. Minden itt van, Markus. Nem előtted. Huh?
beszéltek! Jól van, Mr. Davis. Tudom már, hol leszel. Mr. Davis. Kapunk pénzt, én befejezni a munka! Majd, ha kész a film. És mi volt a másik film, amit Davis mond nekünk? Mi tudni akar? Igen. Mindent el fogok mondani, mert úgy látszik, ez kell ahhoz, hogy picit megértsétek Markust, és segítsétek a munkájában. Jól van. Jó van, bocs, mondanám. Az első, amit tudnotok kell, hogy aki továbbra is dolgozik, az dupla pénzt kap. Nem hiszem. Hazug. Eddig se kaptunk semmit. Ennyi. Ez nem lesz jó. Vadim! Itt vagy? Megvan a tekercs? Ilyet ne sűrűn csinálja. Ja, bocs, csak Vadimot keresem, hogy mi van a másolattal, mert Josh kérdezi. Most néztem, nincs rajta semmi. Akkor elvileg rendben vagyunk. Hát, tudod, mi kéne? Még egy másolat. Mert ennek pont ott van vége, ahol az egésznek kezdődnie kellene. Ha csak a laborban nem akarnak eltitkolni előlünk valamit. Jó, akkor megmondom Joshnak. Legalább neki is lesz lehetősége összeesküvés elméleteket gyártani. Hallottam én? Igen?
Figyelj, azt a dumát, ami Markusról terjed, nem kell benyelni, jó? Nekem is előadták már. És az sokkal érdekesebb, hogy Josh dupla pénzt ajánlott a stábnak, hogy ne nagyon reklámozzák a történteket, minket pedig valamiért hanyagolt. Szóval azon a gyalog... Min? Hogy mi lesz, ha téged is le akar majd fizetni? Nem. Hanem, hogy ezt miért teszi? Miért akarja eltitkolni? Miért fizet nekik, hogy hazudjanak? Mert ő a producer. Szólj, léci, ha látod Vadimot. Vadim, vé, mint Vadim. Idiotule! Ba, stai nebună! Asta știe ce face? Cretino! Prosto! Jó, állj-le! Nekem itt ez a dolgom! Știi română, állj! Igen? Jól van, akkor mehetsz a francba! Bela, mi a baj? Látom, hogy bánt valami. Nem mondod el? Az egész nem jó így. Figyelsz rám? Bennem megbízhatsz. Hagyj engem békén! Ne akarj tőlem semmit! Én csak annyit kérek, hogy dolgozz. Fejezd be a filmet. Azért jöttünk ide, nem? És ha egyedül nem megy, szívesen segítek. Láttam az interjúdat. A film DVD-jéről. Láttam az interjúdat. Megint kihabáltál, és amikor bejöttem, alva jártál. Hogy? Ezt találtam. A betegségedre van? Akkor vedd be! Nem. Nem, most nem. Ettől mindent elfelejtek, és nem érzek tőle semmit. Mert orvosság, Markus. A stáb úgy döntött, hogy folytatja a munkát. Csak ezekkel tudod befejezni a filmet, jó? Markus, én segítek neked. Nézz rám. Vedd ezt be. Markus, fejezd be a filmet. Azért jöttünk ide, nem?
És tessék! Marcus? Állj le! Marcus!
Hamarosan újjá születik, és akkor sem anya, sem gyermek nem sír többé. Ki vagy te? Ezt én már elmondtam neked. Várok. Hosszú évek óta csak várok. Vagy vártam egy olyan emberre, mint te, hogy újra plántáljak. Mit akarsz tőlem? Tessék elvenni, Mr. Reed. A magvat. Nálad a penge. Éppen ezért van nálad ez a penge. Vedd el, vedd el, vedd el. Igen, igen. Most már a tiéd, most már te vagy. Jöttesten jó mélyen. A lányomat akarom, hallasz, a féremet akarom, az jár neked. Tudom, mit tettek veled. Ne csináld ezt! Macsa! Oh!
Szavamat adtam. Megígértem, hogy kihordom gyermekét és sajátomként felnevelem. Téged választottalak. Kérlek, amit nagyon akarunk, a miénk. Könyörgök. Markus! Téged akarlak. Csak ezt a gyermeket szeretné. Téged választott. Csak a gyermekét szeretné. Csak a gyermekét szeretné. Csak a gyermekét szeretné. Add meg őt neki, és nem esik bajod. Kivel beszélsz? Claire-rel. Markus, Claire meghalt. Már több hónapja. Ezért akartál újra dolgozni. Újra kezdeni, emlékszel? A második esélyed. Nem. Nem. Ott kéne veled lennem. Nem. Claire, te oda nem jöhetsz, nem tenne jót. Te mit csinálsz? Majd hívlak otthonról. Nem foglalkoztam veled eléggé. Megérdemlem, hogy megbűnhődjek. A nővéremet könnyű beetetni. A hülye képzelgéseiddel, meg látomásaiddal, vagy mivel. De ettől még egy nulla vagy, egy gyökér. Hagyd rá! Markus, menj! Claire, állj le! Markus, te ugyanúgy képzelődsz. Ezt muszáj kezeltetni. Tegye hátra a kezét! Ne, kérlek, ne balkozz, Markus! Ne! Markus! Ne bántsák! Romy! Romy! Sajnálom. De láthattad, hogy nincs rendben. Viszont ne aggódj, a film nélküle is elkészül. Befejezzük, ebben biztos lehetsz. Meglátod.
Szabadítsd meg a kintól! Azzal új életet adhatsz neki, Markus, könyörgök! Markus, te megállíthatod! Szabadítsd meg a kintól! Azzal új életet adhatsz neki, Markus, könyörgök! Claire... Majdnem 180 vagyok. Az lábban mérve... Körülbelül 6. Jó. Megtenni, hogy bemutatkozik a kamerának, és kérem, hogy egyenesen belenézzen. Romy Bartók. Köszönöm. Ön még annyit mondjon el, kérem, melyik szerepre jelentkezett? Én Kavi szerepére jelentkeztem, az ő karakterét szeretném eljátszani. Nagyon jó. A szöveget. Talán most fáj, hogy elveszítetted őt. De ettől lesz még kedvesebb neked. Én is sokakat elveszítettem, így tudom, milyen nagy teher. Viszont egyet megtanultam. A múltunk sohasem szabhat gátat, ha az ember előtt még van jövő. Mikor először láttalak, olyan erősnek tűntél. Magabiztosnak talán, ha ezt szabad mondanom. Ezért akartalak megismerni. És mert azt gondoltam, reméltem, ezzel az én életem is megváltozik. Téged választottalak. Magyar hangok. Csíkcsaba Krisztián, Hágen Imre, Seder Gábor, Szkárosi Márk, Csondor Kata, Nádorfi Krisztina. Magyar szöveg Kis Barnabás, vágó Kozma Judit, hangmérnök Hadfi Dezső, gyártásvezető Mázsár Gyula, szinkronrendező Varga T. József. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Mikroszinkron készítette.
A sötét középkorban egy román kisfaluban megkínoztak és megöltek egy fiatal cigánylányt, Matyát, mert annak arcát magzatburok takarta, ami akkoriban a gonosz jele volt. A falubeliek azzal vádolták a lány anyját, Kavit, hogy lepaktált Bengel a cigányok ördögével, hogy bármely befolyásos férfival hálhasson, amennyiben magvádból halandó utód jön világra. Meggyilkolása után Matya kísérteni kezdett a faluban, mint Mulli, azaz tisztátalan lélek. Olyan átok volt ez, melyet Beng csak akkor oldozhatott fel, ha kiderül a falusiak bűne, és magvát egy másik asszony Matya újjászületéséhez kihordja. 1928-ban egy magyar rendező Old Béla elkezdte forgatni Matya történetét egy cigány színésznő Kis Lilla főszereplésével. A film sosemkre eltűnt. Igen. Jó, várj egy kicsit. Ott meglátja a Mulit. Ez így rohadt jó. Mondd. Jó, megyek. Semmi baj, de az orvosnak kéne szólnod, amikor így felmegy a lázad, Claire. Ugye tudod? Mert ez mind a kemoterápia hatása. Úgy utálom ezt, mintha valami selejt lennék. Megint nem aludtál, igaz? Ugyanúgy kísért. Ott kéne veled lennem. Nem. Claire... Te oda nem jöhetsz, nem tenne jót. Na, mindjárt bearanyozzák a napomat. Erdélyi fennsík, Románia.
hozzászoksz. Némely rendezőre csak úgy rájön, de Marcus szinte a látomásaiban él. Hallod, Marcus? Ahó. Ébredez. Hol járunk? Most? Hát úgy kb. 6000 dollárra kijebb a költségvetésünknél. A térkép szerint, Josh. Mi mindjárt beérünk a fájúba, Mr. Marcus. Falu, Grigor, falu. Grigor, kérlek, simán Marcus. Szerintem inkább meg sem fog szólítani az előbbi kis delíriumod után. Ugye te azt el sem tudod képzelni, hogy valóságos jelenéseket érzékelek. Hát nem. Te mit csinálsz? Majd hívlak otthonról. Bűntudat, mi? Pedig volt alkalmat helyrehozni. Csak ennél minden fontosabb, igaz, Marcus? Tedd a dolgod, mi jól meg leszünk. Hagyd rá, Marcus. A nővéremet könnyű beetetni. A hülye képzelgéseiddel, meg látomásaiddal, vagy mivel. De ettől még egy nulla vagy. Egy gyökér. Akinek már nincs visszaút, Marcus. Sem ezekkel, sem mással! Marcus, inkább menj! Helyes, menj innen a francba! Romániába, vagy mit tudom én, hova akarsz! De ide többé ne gyere vissza! Még el is költözöm, esküszöm neked! Marcus, ne hallgass rá! Ez én hibám! Claire, állj le! Nem! Ne csinálj magadból bűnvakot! Én voltam az, aki elhagyott téged! Claire! Aludj! Nézz fel! Állj! Álljunk le! Lilla, állj! Állj már meg, Lilla! Béla, mi a baj? Nem is zavart be senki. Valami volt itt. Láttam. Béla, hová mész? Jár keredek el vedepen.